1944. június 12-én este 10 óra 20-kor indultam a Józsefvárosi pályaudvarról Jászberénybe, hogy ott másnap reggel 7-kor felülvizsgálaton jelentkezzem. Az összeköttetés igen rossz volt Budapest és Jászberény között, az unalmas utazás enyhítésére néhány bajtársal megbeszéltük, hogy együtt utazunk. A pályaudvar előtt találkoztunk. Több százan utaztunk együtt, én úgy véltem, engem nem érhet baj. Úgy voltam vele, mint azok, akik lekicsinlik mások baját, és csak akkor érzik a veszélyt, amikor már benne vannak. Kizárólag így érthető a gyerekes naivitás, amelyel több mint 700 férfi, magyar hadseregbe tartozó muszos katona besétált az SS hálójába, hogy aztán kifosztva, meggyalázva útnak induljon az ismeretlen felé. A vonat 60 felé közeledett, mindenki készült a kiszállásra. A város felől szirénák hangja szólt, a vonat befutott az állomásra, és amikor megállt, leoltották a mennyezetvilágítást, lent kiáltások kiszállni, muszosok egy csoportba, létszám megállapítás. Egy barak oldala mellé kellett letenni minden csomagot. Pár perc, és újra áll az oszlop. Magunk elé terítjük a földre a zsebkendőket, arra kirakjuk zsebünk egész tartalmát, közben már összeszedik a bőrkabátokat, az órát, a gyűrűt, a jegygyűrűt, töltőtől a zseblámpát. Érthetetlen, hogy semmi félelmet nem érzek. A szomszéd rémült arcára nézek. Hátulról súgva rám szól a csendőr: pénz, gyűrű? Nekem nincs, őrmester úr, óra sincs. Inkább a csendőr kapja, mint a németek, ők visznek el mindent, ott áll már kinn az autó. Őrmester úr, én magának adom a pénzemet, mondom, nagyon vigyázzon, hogy meg ne lássák. Oldalt fordulok, kiveszem az iratokat, a fényképeket, odatolom a tárcát. A belső rekeszben van 100 pengő. Jönnek! Súgja vissza a kakastollas. Átsorgunk, az őrmester megint mellém ér. Mi lesz most, őrmester úr, kérdem, tovább engednek? Nem, itt maradnak a táborba, és a többiek, azok is. Tovább faggatom, ez gettó? Az. Biztosan magukat is elviszik velük. Hová? Nem tudom. Később egy csendőr jön, megkérdi, kik a keresztények. Az egyik bajdás megkérdezi, elvisznek innen? El. És vissza fognak hozni? Hogy ne szól a csendőr szappanként vagy műtrágyaként, és nagyot nevet a kiváló tréfám. Átmegyek egy másik csoportba, a barátomhoz, megöleljük egymást, megtalálom az embereimet, a sor elejére állok. Kiérünk a sinek melletti területre, a hosszú vonat egész hosszában nyüzsgés, beszállás. Az ajtót behúzzuk, hogy csak két arasznyi rés marad nyitva, két ablakot felcsukatom. A német teherkocsikon nincs vasrács, mint a mávén, hanem a nyílást egy lehajtható fatábla zárja el. Ezt felhajtatom és szorosan bekapcsoltatom. Félek, hogy ha nyitva marad, beszögezik. A nyitva maradt ablakokra keresztlécet és szöges drótot szögeznek. Aggódva figyelünk, amikor a mi kocsinkhoz támasztják a létrát, de csak mozdítani próbálják a fatáblát, aztán tovább mennek, fel sem tételezik, hogy valahol zárva tartják az ablakot, ha ki is lehet nyitni. A hőség valóban pokoli, mióta beszálltunk, tűző nap süti a kocsit, már legtöbben egy szál alsónadrágban vannak, az elégedetlenkedőket már elhallgattattam. Leszállok a kocsiból, szólok a még lent álló bajtársnak, hogy már csak a parancsnok lehet lent. Alacsony, fekete zömök ember, intelligens csillogó szemek néznek rám, Dán Dezső vagyok. Pestről a kórházból ő is hozott egy 50-es csoportot. Az első pillanattól értjük egymást, megállapítjuk, hogy sürgősen értesíteni kell a katonai hatóságot. Több embernek meg kell szöknie. Dán is vállalja a szökést. Már van két fiú, Dán a harmadik, én a negyedik. Közben már az egész kocsi mozgolódik, kiderül, hogy sokkal többen szeretnének kiugrani, mint öten. Magamhoz hivatom a két fiút, óvatosságra intem őket, megmutatom, hogy a nadrágomat felcsavarom térdig, ott zsebkendőt tömök a hajtásba, bandázsnak, a tértörés a legveszélyesebb. Az alsókart ugrás közben az arc elé kell rántani, mint az ejtőernyősök. Elindultunk. Újra elfog a cselekvés izgalma, felkészülök. A két fiú is mellettem terem, felső kabátomat és kenyérzsákomat is fölveszem. Hol van Dán, kérdem. Dán eközben keresi a kabátját, abban van a pénze bevarva. Kinyitom az ajtókapcsot, széthúzom az ajtót, amennyire a lánc engedi, kiszorítom a fejemet. Két-három kocsival hátrébb világosság látszik, ott vannak az őrök. A vágány mellett sűrűn talpfák hevernek, erre lehetetlen kiugrani. Pár kilométert várok, figyelem a helyzetet, a hátsó fény közben kialszik. Megszólalnak a fiúk, hogy gyerünk az ablakhoz a túloldalra. Egyszerre hallom, hogy már egy kiugrott. Megfordulok, igyekszem az ablak felé, mire oda jutottam, már a második is ugrott. A hátára esett, mondja valaki, bal kézzel fogóckodott. Itt vagyok, fiúk, szólok, indulhat a harmadik. Mellettem kérdezi valaki, hogy mehet-e utána. Most Dán jön, aztán én, és utánam jöhetsz te, indulj, Dezső. Feltoljuk, ügyesen kiteszi a lábát, átemeljük a pocakját, hallani, ahogy a kövek megcsörrennek a lába alatt. Gyerünk.
fellendítem magam. Már a bal lábam kim van. Igen, nehezen fordulok, mert rossz az egyensúlyom. Kim vagyok derékig. A kenyérzsák a derekamra szorult, beleakadok a nyílásba. Vissza. Kicsúsztatom a zsákot, és most már könnyebben megy. Két kézzel fogóckodom, a fejemet is kihúzom. Az ablaknyílás leveri a sapkámat, visszaesik a kocsiba. A kimászásnál a nadrág teljesen tért fölé húzódott. Jobb kézzel kapaszkodom. A jobb lábam is valami kiálló szögön talál szilárd támaszt. Bal kézzel lejjebb rántom a két nadrágszárat, magam elé kapom a kenyeres zsákot. Isten segíts! Megcsörren a lábam alatt a kő, ugyanebben a pillanatban irtózatos ütést érzek. Egy gondolatnyi ideig világosságot látok, és mintha egy gongütés szólalna meg az agyamban. Lent fekszem a töltésen, mellettem robog a vonat. Nem tört el semmi, gondolom. Most majd lőnek. Arcon fekszem. Kinyitom a szemem, előttem fehérség, odakapok valami sejmes anyag, lerántom, még az egész fejem bele van csavarva, az arcom alá rántom, és tovább lapulok. Várom a lövéseket, mellettem kattognak a kerekek. Nem akar véget érni ez a végtelen sor. A kiugrás, és ami közvetlen utána jött, nem tartott tized annyi ideig sem, mint ahogy elmondtam. De ez az idő olyan hosszú volt, annyi történt ez alatt, mint ha órák teltek volna el. Végre elhalkult a dübörgés, a piros lámpát látom, ahogy a vonat lassan távolodik. Mellette megzörren valami, az oldalamnál szorosan megy el a hegyes vasúdakra szerelt drótvezeték, zizeg, nyitja a jelzőt. Feltérdelek, arcomhoz nyúlok. Nem érzek fájdalmat. Hűs, friss levegőt szívok magamba. Élek.